Köszöntöm nézőinket, ez a Sopron Televízió pénteki híradója. Először nézzük fontosabb híreinket röviden. Hagyományőrzés, második alkalommal rendezték meg Saródon a Kukoricafosztó Fesztivált. Családbarát egyetem, a Soproni Egyetem is aláírta az együttműködést a Három Királyfi, Három Királylány mozgalommal. És konferencia Sopron ad otthont az Országos Reumatológiai Vándorgyűlésnek. Második alkalommal rendezték meg Saródon a Kukoricafosztó Fesztivált, ahol a hagyomány életben tartása érdekében a legkisebbeknek is megmutatták ezt a mezőgazdasági munkát. Az idei rendezvény azért is különleges volt, mert Németh Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke itt adta át a megye szolgálatáért díjat. 11 csapat, mintegy 100 vendége gyűlt össze a környékről, hogy ismét részt vehessen a Kukoricafosztó Fesztiválon Sarródon a tájházban. Még az időjárás is kegyes volt az alkalomhoz, így kellemes hangulatban, színes programokkal találkozhattak a résztvevők. Ez nem csak az, hogy összejövünk itt, hanem ennek egy közösség formáló ereje is van, tehát megmutassuk azt, mert jönnek az óvodásaink is, és megmutatjuk azt, hogy a szüleink, nagyszüleink milyen nehéz munkával csinálták azelőtt a kukoricát, törést, fosztást, most nem is tudják, hogy a faluban, hogy mi folyik, mert kombány dolgozik, és tavaly éppen is nagy siker volt, tehát most még többen jöttek, és nagyon örülünk, hogy együtt lehetünk. Köszöntések után ki fognak menni a kukoricaföldre, ami itt van egy 500 méterre, és ott fogják törni a kukoricát, lovaskocsi behozza, és akkor ittben lesz a fosztás, és az ügyesebbek fonnak koszorút. Az eseményen részt vett Barca Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője, aki elmondta, hogy a mai nap még különlegesebb az itteni lakosoknak, mint máskor. A második Saródi Kukorica Fesztivál idén is nagyon nagy sikert aratott, hiszen a hagyományőrzésre hívta fel újra a legkisebb korosztálytól egészen az idősebb korosztályig mindenkinek a figyelmét, és az volt az esemény különlegessége, hogy dr. Németh Imre, amerikai szívsebész, a megye szolgálatáért díj kitüntetést is kapta, aki saródi származású, és itt tudta kortársai körében ezt átvenni Németh Zoltántól, a megyei közgyűlés elnökétől. A rendezvényen meglepetésként szolgált Németh Zoltán, a megyei közgyűlés elnökének köszöntője és annak apropója. A megyei önkormányzat alapított egy kitüntetést, a megye szolgálatáért díjat, amelynek több tagozata van. Meg lehet kapni oktatásért, ki lehet érdemelni környezetvédelmi tevékenységért, kulturális tevékenységért, de néhány évvel ezelőtt ezt kiegészítettük a nemzetközi kapcsolatok tagozattal is, ez pedig olyan kiváló emberek kaphatják meg, akik külföldön dolgoznak a magyarságért, akik valamilyen módon a kulturális gyökereik megőrzését támogatják azoknak az embereknek, akiket külföldre szólít a sorsuk, és most dr. Németh Imrét tüntetjük ki ezzel az elismeréssel, aki az Egyesült Államokban az amerikai magyarságért dolgozik, aki a magyaroknak az elismertségét növeli, és azért dolgozik, hogy a diplomáciai kapcsolatok útján is a magyarságnak nagyobb befolyása, szerepe és elismertsége legyen a világon. A díjazott dr. Németh Imre három napig tartózkodik szülőfalujában, és természetes volt, hogy részt vesz a fesztiválon, bár nem tudta, milyen elismerésben lesz része. Ez az elismerés nekem nagyobb érték volt, mint a Svájcban szerzett orvosi diploma, és az amerikai diploma, és a szívsebész orvosi elismerés a hosszú év után a Georgetown Egyetemen, mert itt, ahol születtem, az én megyémben, falumban, Saródon, elismertek a 30 éves munkám, hogy minden magyart segítettem, akit tudtam, és nem fogom abba hagyni, követem tovább, és figyelemmel kísérem úgy a város, Sopron, Győr, és az egész Magyarország jövőjét is. Az egész napos rendezvényen volt kultúra, hagyományőrzés, de kukoricamorzsoló verseny is.
A Soproni Egyetem is csatlakozott a családbarát egyetemekhez. A Három Királyfi, Három Királylány mozgalom által kezdeményezett együttműködési megállapodás a családbarát gyakorlatok alkalmazását és a családbarát intézkedések kölcsönös megosztását is magába foglalja. A dokumentum aláírásával a Soproni Egyetem vállalja, hogy a Családbarát Egyetem céljaival összhangban oktatási és kutatási területeken együttműködik a Három Királyfi, Három Királylány mozgalommal. Nagy öröm és megtiszteltetés a Soproni Egyetem számára, hogy csatlakozhatott a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom által kezdeményezett családbarát egyetemek együttműködések aláírói közé. Ez az együttműködés tulajdonképpen azt akarja, azt jelenti, hogy ezek az egyetemek, akik vállalják az együttműködésben való részvételt, megoszthatják majd a jövőben egymással a Családbarát Egyetem program kezdeményezéseiket, akcióikat, programjaikat, jó gyakorlatokként szolgálhatnak egymásnak a családbarát intézkedések területén. A Soproni Egyetem az elmúlt években számos családbarát intézkedést vezetett be, melyek fontos szerepet játszanak a fiatalok támogatásában és a szemléletformálásban. Az egyetemen működik egy úgynevezett cura personalis munkacsoport, ami a hallgatóknak az egyéni bánásmódját, az egyéni problémák megoldását segíti. A hallgatók fogadóórákra mehetnek, a hallgatói támogató szolgálat által szervezett fogadóórákra, és itt személyes konzultáción beszélhetik meg a hallgatói támogató szolgálat koordinátorával, Stummerné Nagy Ágnessel a saját kis problémáikat, amelyek lehetnek tanulmányi, mentális problémák, egészségügyi problémák, vagy beilleszkedési társas kapcsolati problémák is. Nagyon szívesen állunk a hallgatók rendelkezésére ilyen téren is. Szerveztünk már az egyetemen a korábbi években szülők akadémiáját, ahova vártuk a gyermeket váró kismamákat, de nagyon sok nagymama is csatlakozott a nyitott előadásokhoz, nyitott órákhoz, ahol a gyermeknevelés rejtelmeibe vezettük be az érdeklődőket. Aztán működik az egyetemen hosszú évek óta a nyugdíjas egyetem, ahol az egyéb tudományos témák mellett mindig megjelenik egy-egy pedagógiai, nevelés, tudományi aspektus is. A most megkötött megállapodás egyaránt kitér oktatási és kutatási területre, így egyebek mellett esetleges új kurzusok indítására, pályázati lehetőségekre, valamint konferenciák és előadások szervezésére is. Megnyitotta kapuit Sopron első macskás kávézója. A különleges vendéglátóhelyen az italok és sütemények fogyasztása közben macskákat is simogathatunk. Kávéillat és dorombolás fogadja a betérőket Sopron első macskás kávézójában. A macskás kávézó ötlete nem új keletű, az 1990-es években Japánból indult el hódító útjára, azóta Európa legtöbb nagyvárosában nyílt hasonló hely. Az elmúlt 10 évben nem titkolva, de minden ilyen európai városban igyekeztem felkeresni ezeket a cicás kávézókat, és ott egy kicsit inspirálódni, ihletet meríteni, és most jött el a megvalósításnak az ideje. A cicáknak ugye eleve nyugtató hatása van az emberre, köztudottan csökkentik a vérnyomást, oldják a stresszt, ezért szeretnénk azt, hogyha a malmacska nyugalom és a béke szigete lenne, ahova kellemes időtöltés mellett kávézni és sütizni lehetne cicák társaságában, és ahol a kávé mellé dorombolás is jár. A kávézóban 5 bársonytalpú, fajta tiszta és keverék várja a vendégeket. Hogy az időtöltés mindenki számára kellemesen teljen, bizonyos szabályokat fontos betartani a kávézóban. Mindenféleképpen készfertőtlenítést kérünk, ez a cicák érdekében történik. Aztán mi nem szeretnénk korhatárt bevezetni a cicás kávézónkban, mint a többi kávézóban gyerekekre nézve, ezért a szülők segítségét kérjük, hogyha gyermekekkel érkeznek, akkor fokozottan ügyeljenek a gyermekeikre. A nagyon-nagyon jól szocializáltak a cicáink, és nagyon kedvesek, de a nem megfelelő bánásmódból adódó váratlan reakciókért nem tudunk felelősséget vállalni, úgyhogy ebben a szülők segítségét kérjük. Nagyon fontos még, hogy a cicák speciális étrenden vannak, és őket nem szabad semmivel sem megkínálni, etetni. A tej és a tejszín az kimondottan tiltólistás a számukra. A kávézóban lakó cicák egytől egyig jól szocializált, egészséges macskák, amelyek az összes oltással rendelkeznek.
A népszámlálás egy mindannyiunkat érintő, általában 10 évente ismétlődő adatgyűjtés. Az egész országban egy időben azonos tartalommal és egységes módszertani alapon hajtják végre, kiterjed minden lakásra és személyre. 2022. október-november hónapokban ismét sor kerül az országos népszámlálásra. A terepen történő adatgyűjtéshez számlálóbiztosok jelentkezését várják. A feladattal kapcsolatban érdeklődni és jelentkezni a polgármesteri hivatal igazgatási osztályán az Új utca 12-es szám alatt lehet. Sopron ad otthont az Országos Reumatológiai Vándorgyűlésnek. Közel 100 szakmai előadást hallgathatnak meg a résztvevők. A klasszikus reumatológiai témák mellett helyet adnak a legújabb eredményeknek is. Harmadik alkalommal rendezi meg Sopronban az Országos Reumatológiai Egyesület vándorgyűlését. A 3 napos konferencia tematikájában a legújabb terápiás javaslatok, mozgásszervi fejlesztések és a gyógyszeripar fejlődése is megtalálható. Harmadszor vagyunk itt Sopronban, örömmel jöttünk ismételten ebben az évben. Ugye 2 évig nehézségek voltak a kongresszus megszervezésével. Újdonság több is van, ugye több mint 600-al jöttünk a szakdolgozókkal együtt, és azt kell mondanom, hogy az utóbbi években is új gyógyszerek kerültek elfogadásra. A konferenciának részben vannak olyan szponzorált előadásai, amely ezek az új gyógyszereknek az előnyeit, de nem csak az előnyeit, hanem nagy Isten mellékhatását is ismerteti a munkatársakkal. Ezeknek egy része már elfogadott és mai nap is már használható gyógyszer. Vannak olyanok, amik egyedi méltányossággal kaphatók, és vannak olyan gyógyszerek, amik majd évek során kerülnek befogadásra. Általában azt kell mondanom, hogy ha lemaradásunk van Nyugat-Európához képest, akkor elsősorban finanszírozás oka van. Ugye tudjuk nagyon jól, hogy az új gyógyszerek sokszor sokba kerülnek. A reumatológiai szakmában óriási előrelépés volt, amikor már célzottan terápiákat tudtak alkalmazni. Egyre inkább megtanultuk azt, hogy nem csak az számít, amit általánosságban tudunk egy gyógyszerről, akár vagy a betegségről, és tapasztalati úton adjuk ezeket a gyógyszereket, és tudjuk, hogy hatékonyak, és ezért tulajdonképpen használjuk a mai napig. Egyre inkább kutatók felfedték azt, hogy milyen hatásmechanizmussal alakul ki egy betegség, különböző kémiai anyagok, biológiai anyagoknak fontos szerepe van az egyes betegségek kialakulásával, és már a gyógyszerfejlesztés abba az irányba történik, hogy ezeket blokkolják. Ezért nevezzük célzott terápiának. A célzott terápiától egy következő lépcsőfok lesz az, amikor személyre szabottan lehet majd gyógyszereket adni, hiszen a betegség is, és a betegek ezt nagyon jól tudják, nem teljesen egyforma. Tehát lehet, hogy valakinek a betegsége, egy sokizületi gyulladás, az máshogy zajlik egy másik betegen, és a különbségeknek valószínűleg van biológiai háttere. A rendezvényen köszöntőt mondott dr. Farkas Ciprián polgármester, aki beszédében elmondta, nagy öröm vendégül látni a szakma krémjét a Hűségvárosában. Több alkalommal előfordul évente az, hogy bizonyos szakmaképviselő jönnek egymásnak rendezvút és cserélnek tapasztalatot szakmájuk területét illetően. Ezúttal a reumatológusok vándorgyűlése látogatott el hozzánk Sopronban, amelynek városunk a helyszíne idén. Ilyenkor több mint 600 olyan orvos és egyéb szakember vesz ezen részt, aki ebben az orvosi területen dolgozik, és próbálja elérni az ország különböző területén embereknek a gyógyulását, állapotuknak a jobbítását. Ez mindig egy kitüntető figyelem városunk iránt, ezt mindig örömmel kell fogadni, mi is itt szoktunk cselekedni, úgyhogy most én is eljöttem és köszöntöm a reumatológusokat, hiszen mindig jó, hogyha az egészségügy képviselői nagy számmal Sopronba jönnek, mert ez egyfajta elismerése egyébként a soproni kórháznak, a soproni egészségügyi központnak. Az ország minden tájáról érkező orvosok több mint 100 előadást hallgathattak meg, és közel 30 támogató cég tudományos tanácskozásán vehettek részt. 3 napos rendezvénysorozattal ünnepli a Soproni Egyetem botanikus kertjének 100. évfordulóját. A jeles alkalomból szombaton a legkisebbekre is gondoltak, így egész nap kézműveskedés, élőzene és több állomásból álló foglalkoztató séta várja a gyerekeket és szüleiket. A rendezvényen a Klímatudatos Sopron programsorozat is folytatódik, főszerepben a környezetvédelemmel és a fenntarthatósággal.
Az ingyenes családi napra reggel 10 órától egészen este 10 óráig várják az érdeklődőket. Őszi idő várható sok napsütéssel, az időjárásról részletesen híradónk utána haladnak. Ezután Mozaik című műsorunk következik, amelynek vendége Péter Falvi Ágnes, a botanikus kert vezetője lesz. Majd az Erdei utakon Revicki Gáborral című magazint láthatják. Kedves nézőink, Önök a Sopron Televízió pénteki híradóját látták. Műsorainkat és további híreinket megtalálják a sopronmedia.hu oldalon. Én valamennyi munkatársam nevében köszönöm a figyelmüket, szép hétvégét kívánok, viszontlátásra! Szombaton a fátyol felhőzet szűrheti sokfelé a napsütést. Számottevő csapadék viszont sehol sem várható. Többfelé megélénkül, helyenként megerősödik a déli-délnyugati szél. Melegedés kezdődik, délután már 17 és 24 fok között alakulnak a maximumok. Vasárnap a túlnyomóan felhős, borongós idő mellett többfelé kialakulhat eső-zápor.